Karas Lajosnak első pillanatban megtetszett Julika kedvessége és szépsége, így hamar megvolt a lánykérés. 1972. november 11-én esküdtünk, azelőtt egy évvel találkoztam a férjemmel. Nekem a munkahelyem egy vendéglátóipar, amiben tanuló voltam, és bejártak ebédelni. November 11-én Tégláson, a templomban volt az esküvő, és most nagy élmény volt számukra, hogy 50 év után a karcagi templomban nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes előtt is megerősítették esküjüket. A házaspár esküvő után Bucsára, majd Karcagra költözött. Hát 1972-ben megesküdtünk, ugye mi Bucsára kerültünk, a Korsókornőmnél laktunk egy-két hónapig. De sajnos, hogy a papa meghalt, az apósom, és akkor megváltottuk az öregházat. Az öregházat nem tudtuk kifizetni abba az időbe, mert ugye 7 testvér volt, és Karcagon kerestünk menedéket. Jöttek a gyerekek, nőttek, és kénytelenek voltunk bejönni itt lakásnél. Még Bucsán építettünk ott egy lakást. A Karas házaspárnak 3 gyermeke született. 3 gyerekünk van. Lajos fiam 1973. szeptember 11-én született, Elvirám 76. szeptember 11-én, és Juditkám az meg 81. júli 24-én született. Tartottunk jószágot is, és ugye Lajos már nagyobb volt, ő etette a jószágot, betüzelt, úgyhogy rendezte a 2 lányt, úgyhogy megvolt mindenkinek a maga dolga. Én a Györfi István általános iskolában dolgoztam a konyhán 15 évig. Nagyon szerettem ott lenni, csak ugye közben jött egy súlyos betegség, kaptam 99-ben egy tüdőembóliát, mélyvénás trombózissal, és így ott kellett hagyni a munkát, mert nem engedtek tovább dolgozni. Kiderült, hogy az 50 év alatt, ahogy szokták mondani az idősebbek, kanál, tányér csörgés nélkül nem múlik el sok helyen. Karas Lajoséknál is akadtak néha kisebb gondok, de azt mindig megoldották. A vígkedély, a viccelődés ma is megvan kettőjük között. Imádják unokáikat, akik körülrajongják őket. Nyilvánvaló, hogy első unoka az első unoka mindenkinél, gondolom én. De kedvenc unokám az nincs. Nekem mind a nagyfiútól a kislányig mind egyforma. Hát ahogy mondta mama, a első unoka, az mindig első unoka. De én nekem mind a 6 egyforma. Mind a 6. A 6, a 3 fiú is, a 3 lány is. Úgyhogy én egyformán szeretem mind a 6-ot. Az aranylakodalomra is közösen készült a család, nem akarták a gyerekek titokban szervezni. Nem volt meglepetés, mert vártuk is, várták a gyerekik is, hogy na mi lesz, csináljuk, ne csináljuk, de ha már a Jóisten így adta, hogy elértük, akkor miért ne? A szülők a gyermekeik pályaválasztásába nem szóltak bele, elmondták véleményüket, amit volt, aki megfogadott. Nagyon nem szóltunk bele, mert ugye ki mit szeretett volna. Elvira például az cukrász szeretett volna lenni, de nem vették fel Szolnokon. És ugye itt van tanár lett belőle. Lajos az mindig katona szeretett volna lenni. Ő katona is volt Balassagyarmaton, de ugye a rendszerváltás jött, és így került haza. Juditkának meg a kereskedelem, mert ugye én dolgoztam a Delikát ABC-be is, és iskolából mindig bejöttek Elvirával hozzám. Ő mindig takarított. A boltba az mindig takarított. 50 éves fogadalmuknál a 75. házassági évfordulót kívánta a család. Mi is ezt kívánjuk, és jó egészséget mindkettőjüknek. Azt is áll.